A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillagpont Rádió. FM 103. A mikrofonnál a műsor felelős szerkesztője Németh Csaba köszönti a rádió hallgatókat. A rendszerváltás óta a legnagyobb útfelújítási munkálatok zajlanak jelenleg megyénkben is. Elkezdődött Miskolcon is a magyar közút által kezelt utak felújítása a 3-os főúton a Baross Gábor csomóponttól közel 2 kilométeres szakaszon egészen a bevásárló központokig új aszfaltréteget raknak le. A tervek szerint az iskola kezdésre befejezik a munkát. Csöbör Katalint országgyűlési képviselőt hallják. 100 milliárdos hazai keretről van szó. Az eddigi források inkább a 4-sávos autóutak, autópályákra költődtek el, most viszont az útfelújítások folytatódnak, ugyanúgy, ahogy még az országgyűlési választások előtt bejelentettük és megkezdtük, ezek természetesen folytatódnak, és mind-mind Magyarország, a térség, Miskolc és környéke a választókerületem gazdaságfejlesztését jelentik. Az utak felújítása munkahely megtartó erővel és munkahely teremtő erővel is bír, tehát a beruházások is könnyebben és szívesebben jönnek, vagy beruházók szívesebben jönnek ide, és könnyebben megvalósulnak a beruházások is, hogyha jó infrastruktúrával rendelkezünk. Szirmabesenyő és Sajóvámos közötti útszakaszt már felújítottuk, új aszfaltburkolatot kapott, Sajókeresztúr bekötő útja is új aszfaltburkolatot fog kapni, és ugyanígy Felsőzsolcán is, tehát Felsőzsolca-Muhi szakaszának az új aszfaltburkolata is meg fog történni. Július 2-án fognak kezdődni a munkálatok, elsősorban az ivóvíz vezeték kicserélése fog megtörténni. Ez egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, tehát ezért az aszfaltburkolat megújítása kicsit csúszni fog, tehát várhatóan szeptember vége környékén fog megtörténni, tudomásom szerint. Itt viszont a József Attila úton vagyunk Miskolcon, Budapest, Miskolc, Tornyos-Németi irányában 3-as út felújítása, új aszfaltburkolattal történő felújítása történik. Hát az erre közlekedőknek türelmet javaslunk, és kérjük őket, hogy türelmesen várják ki a munkálatok végét. Sajnos ez gyorsabban nem tud menni, és szeretnénk, hogy utána mindannyian könnyebben és jobb utakon közlekedhessünk, és úgy látom, hogy jó úton járunk. A NAP. A Csillagpont Rádió hírmagazinja. A demencia világszerte súlyos népegészségügyi probléma, Európában több mint 7 millió, hazánkban pedig legalább 160 ezer embert érint. Vendégünk volt dr. Kázár Ágnes háziorvos, a demencia egyik nagy szakértője, akit szeretettel köszöntök a telefonvonal végén. Tegnap a fővárosban megalakult a Magyar Demencia Társaság. Egyre többen betegednek meg demenciában, és a demenciával élőknek a száma, illetve a demenciával élő diagnózissal rendelkezőknek a száma egyre nő Magyarországon is. A társaságnak gyakorlatilag a szakmai összefogás és a szakma, az orvos szakma, ideértve a neurológusokat, a pszichiátereket és a házi orvosokat, az ő összefogásuk hívta életre, hogy szervezetten működjön Magyarországon, amennyire lehet a demencia kutatás, a demenciával élő gyógyítása, illetve az ő akár alapellátás, akár szakellátás szintű segítésük. Része volt a demencia társaságnak azon szakembereknek is a jelenléte, akik együtt dolgoznak az orvosokkal, hogy megkönnyítsék a mindennapjait a demenciával élőknek. Ma már egy ismert tény, hogy mondjuk 5 rákkutatóra egy demencia kutató jut, és nyilván itt ez a hatékonyságot jelzi, hogy gyakorlatilag nincs ma hatékony gyógyszere a demenciának. Ezért is nagyon fontosak azok a fajta összefogások, amik a demenciával élők mindennapjait, az életvitelük támogatását szolgáló szakmák részéről jelentkeznek. Nagyon-nagyon fontos jelen pillanatban a kutatás, de aki ma demenciával él és ezzel a diagnózissal kell mindennapjait leélnie, nyilván az ő számukra sokkal fontosabb az, hogy kik azok, akik körülveszik őket és támogatják őket és segítik őket a mindennapi életben. Nagyon sok esetben rejtve marad a diagnózis, nem fordulnak a betegek szakemberekhez, nem derül ki a betegségük. A családon belül történik meg az ápolás és a gondozás, ami nagyon nagy terhet ró családra, illetve a betegre is, és gyakorlatilag
olyan, mintha ez a 160 ezer vagy 200 ezer, nem is nagyon tudjuk pontosan Magyarországon hányan élnek demenciával, egyes adatokban 200-300 ezer, más adatokban 160 ezer, tehát nincsenek pontos információink, nincsenek pontos adataink arról, hogy hány embert érint, akár Magyarországon, akár Európában, akár a világ bármely pontján. Nagyon fontos lenne, hogy a feledékenység és a demencia az teljesen külön választandó, az időskori feledékenység az együtt jár, az egy fiziológiás folyamat, míg a demencia az túlmutat már a feledékenységen, sokkal összetettebb tüneteket mutatnak a betegek, tehát mindenféleképpen célszerű elmenni, akár a házi orvoshoz, ahol szűrőteszteket lehet kérni, hogy végezze el a házi orvos, akár pedig, hogyha a házi orvos úgy ítéli meg a helyzetet, akkor a demencia központokba. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A demencia világszerte súlyos népegészségügyi probléma. Európában több mint 7 millió, Magyarországon legalább 160 ezer embert érint. Becslések szerint 2050-re világviszonylatban több mint 100 millió demens beteggel számolhatunk. A demencia szót sokan az időskori elbutulással azonosítják, legtöbbeknek egyetlen betegség jut eszükbe szó hallatán az Alzheimer-kor, pedig érdemes tudni, hogy számos más oka is lehet a demencia kialakulásának. Magyarországon 2018. június 19-én megalakult a Demencia Társaság. Dr. Egervári Ágnes neurológussal, a társaság elnökségi tagjával, Sós András beszélgetett a betegségről és az új szervezet feladatairól. Van egy bizonyos korral együtt járó változása a memóriánknak, egy úgynevezett korfüggő feledékenység. A demencia nem egy önálló betegség, hanem egy olyan tünetegyüttes, amely sok-sok magasabb rendű kérgi idegrendszeri funkciót érint, a gondolkodást, az ítéletalkotást, tulajdonképpen a személyiség jegyeket is, tehát jóval többről van szó, mint feledékenységről. Több oka van annak, hogy korábban kevésbé került reflektorfénybe ez a tünetegyüttes. Azok a fajta úgynevezett neurodegeneratív betegségek, amik az idegsejtek pusztulásával járó folyamatokat jelentenek, ezek a magasabb életkorokban gyakrabban fordulnak elő. Rendkívül általános volt az a fajta legyintés, hogy hát ugyan már idős, már 70 éves, hát persze, hogy feledékeny. Mai tudásunk szerint a demencia esetek egyharmada megelőzhető volna, ezzel együtt fokozatosan még mindig emelkedik az Alzheimer és egyéb demenciával élők száma. Érdemes odafigyelni mindenre, ami a szív- és érrendszeri betegségekkel kapcsolatos megelőzési lehetőség, a testmozgástól a stresszre és az alkoholfogyasztás mennyiségére való odafigyelésig. Az agyunk épségének a megőrzéséért is teszünk, hiszen a demenciáknak körülbelül a 30-40%-a az az úgynevezett vaszkuláris demencia, tehát a szívinfarktushoz, a szív- és érrendszeri betegségekhez köthető agyi érrendszeri eredetű. Megalakult a Demencia Társaság, az a MOTESZ, tehát az Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetségének a ernyője alatt, és orvosok és minden egyéb demenciával foglalkozó szakember azzal a céllal alakult, hogy jó kezdeményezéseket, a kutatókat, a gyógyszerkutatókat, a Magyarországon előforduló minden olyan pszichiátert és neurológust és szociális munkást és dietetikust és gyógytornát és ápolókat, gondozókat megpróbáljon ernyő alá összehozni valamiféle egységes szervezetként. Anna, hírmagazin a Csillagpont Rádióban. A gyógyszertesztelésekre nézve 2004 óta egységes szabályozás él az Európai Unióban, így hazánkban is. Magyarországon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésügyi Intézet jóváhagyása kell a klinikai tesztelésekhez. A humán klinikai vizsgálatok terén mégis sok a félreértés és a kételj. Boc Lajos professzorral Sós András beszélgetett. Miért mondjuk azt, hogy ne gyógyszer kísérletekről beszéljünk? Maga kísérlet szónak van egy történelmi negatív üzenete, ugye itt gondoljunk a dachaui ember kísérletekről. Maga a kísérlet szó magyarban egy ilyen, sokkal inkább egy ilyen próba szerencse. Nem tudom, próbáljuk ki, adjuk be. Ha már kimondjuk, hogy gyógyszer, akkor azokra a termékekre használjuk, amit már átmentek a vizsgálaton. Addig legfeljebb egy vizsgálati készítmény, vagy mondhatjuk úgy a köznyelvben egy gyógyszer jelölt 8-10 éves fejlesztés eredményeként jutnak el odáig, hogy és kisállat, szövettenyészet, tehát minden, ami nem humán szervezet, szigorú vizsgálatok
munkákat kell elvégezni, ezeket dokumentálni, ami arra utal, hogy a humán szervezetben is alkalmas az a vegyület, az a készítmény arra, hogy valamilyen betegséget kezeljenek. És amikor mindez a sok vizsgálat összeállt, akkor a gyártóknak, fejlesztőknek el kell menni általában nemzeti hatósághoz, vagy Európába, ez már sok esetben az Európai Gyógyszerügynökséget jelenti. Van egy szakmai értékelés, és ez alapján döntik el, hogy ismert kockázattal döntenek arról, hogy ezt lehet humán szervezetbe juttatni, ezt a készítményt, és ezt követően indulnak az úgynevezett fázisvizsgálatok. Egészségeseken, kisszámú egészséges, és minden esetben hangsúlyozni kell, önkénteseken, akik persze teljes körű tájékoztatást kapnak, és szigorú környezetben, kórházi környezetben vannak, hogy megfigyeljék. Sokszor egy-két egészséges önkéntesnek adják be első alkalommal, és fokozatosan emelik a számot, megvan ennek a maga törvényszerűsége és szabálya. Ezt követően jöhet az, hogy kisszámú betegeknek adják, olyan betegeknek, akiknek nyilván a kezelését, gyógyítását segítő az a készítmény. A Nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. A Befogadó egy speciális turisztikai projekt, amelyet a Szimbiózis Alapítvány gesztorál az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Ennek keretében olyan hazai szervezeteket fognak össze, amelyeknek valamilyen vendéglátóhelye van, de munkaerőhiánnyal küzdenek, és ezt a hiányt fogyatékos emberek alkalmazásával pótolnák. A részletekről Jakubinyi László, a Szimbiózis Alapítvány elnöke beszélt a Csillagpont Rádióban. A Befogadó projekt az azt gondolom egy szakmai siker is olyan szinten, hogy a Szimbiózis Alapítvány Budapesten tart konferenciát, és ez egy országos hatókörrel szerveztünk, egy új hálózatot építettünk. Tavaly a fogyatékosok és a gasztronómia, az éttermek, ilyesre valamit csinálnak, ahol fogyatékos emberek dolgoznak, most pedig olyan szervezeteket fogtunk össze, akiknek valamilyen vendégváró, vendégellátó helyük van, többnyire panzió vagy vendégház, és ott fogyatékos embereket alkalmaznak, és azt gondolom, ez a turisztikai szegmensben egy teljesen új terület, és óriási igény van rá, hiszen ott is egyre inkább küzdenek a munkaerőhiányal, és a fogyatékos emberekre, mint egy munkaerőpiaci tartalékra tekintenek, és ez az első lépés, amit mi megmutattuk, hogy tényleg tudnak akár recepciósként, szobalányként, konyhalányként dolgozni, akár egy szállodában is a fogyatékos ember. A magyar turisztikai vezetés, a kormányzat tovább szeretne minket ezzel a projekten úgymond tologatni, hogy akár egy olyan koncepció kezdik kialakulni, hogy ha nálunk egy-két éve dolgozik egy fogyatékos ember a turisztikai ágazatban, utána közvetítsük ki valamelyik közeli mondjuk szállodába, és akkor újból fel tudunk venni helyre egy másik embert és elkezdeni betanítani. Tehát ez egy nagyon gyakorlati, hosszú távú koncepció, és az a legfontosabb, hogy a megfelelő ember a megfelelő munkahelyre, lehet, hogy valakinek két év gyakorlat kell, de mondjuk akkor egy szálloda egy teljesen kész olyan embert fog tudni kapni, aki azonnal megállja a helyét a munkaerőpiacon. Anna. Hírmagazin a Csillagpont Rádióban. 5000 fiatalnak van tanulmányi szerződése a megyében. Sikeres a duális képzés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, mondta Bihal Tamás, a BOKIK, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke, aki a Csillagpont Rádió vendége volt. Megyei kórház és a megyei kamara között 2013 óta van egy nagyon szoros együttműködés, ami azt jelenti, hogy jellemzően a Ferenci szakgimnáziumban végzett egészségügyi szakos hallgatók, egy kis részben a Kazincbarcikai Surányi iskolából itt szerezhetik meg a gyakorlati képzéssel kapcsolatos tudásukat, gyakorlatukat, amelyet tanuló szerződés keretében végeznek, ami ugye a kamarának az egyik legfontosabb feladata. Örömmel mondhatom, hogy közel 200 gyerek vesz részt ebben a képzésben, ez egy nagyon nagy szám, és példaértékű az országban a megyei kórház hozzáállása, vállalása, hisz a gyerekek itt vannak, hát kezdetben egész biztos, hogy sok teendő van velük, hisz őket meg kell tanítani, foglalkozni kell velük, kísérni kell őket, de aztán később remélhetően már akár segítség szempontjából is számba vehető munkaerőnek fognak számítani. A kamara ugye a duális képzés területén nagy feladatot vállalt, ez mindenhol ilyen jól működik, mint itt a megyei kórházban?
Hát ha a gyakorlati képzés vállalását érinti, arra azt tudom mondani, hogy igen. Ugye ma Magyarországon egy jelentős szakember hiány van, éppen ezért a gazdaság, a vállalatok, az intézmények érdekeltek abban, hogy és felismerték azt, hogy a tanulók nevelése az a szakmai utánpótlás egyik legbiztosabb bázisa. Mi itt a megyében közel 5000 tanulószerződést tartunk nyilván. A gazdaság szinte minden ágában, országosan ez a szám 50 000-et is meghaladja, tehát ez egy pozitív feltétel, de nyilván vannak olyan nehézségek, olyan megoldandó feladatok, amiket javítani kell ahhoz, hogy a duális képzés az Magyarországon jól működjön, bár nyilván nézőpont kérdése, nagyon sok szereplős ez a feladat, nagyon sok érdek ellentét is feszíti ezt a rendszer, de én azt remélem, hogy ez a kamarai feladat, amit a kormánnyal kötött megállapodásunk alapján végzünk most már 2010 óta folyamatosan, ez a magyar duális képzést egyre jobb állapotba fogja hozni. A nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. 2 nap, 26 helyszín, 9 gasztropont, 12 zenei élmény és 27 pincészet borai, ezt jelenti a 13. Miskolci Fröccs Fesztivál. Már mutatom is a hangos meghívót. Szerencsés helyzetben van Miskolc, hogy egy ilyen adottságú városrésze van, mint az Avas, ahol ennyi gyönyörű pince van. Ezt a remek adottságot szeretnénk kihasználni, hogy helyére kerüljen a Miskolc történelmi vigalmi negyede. Erre tökéletesen alkalmas a Kisavas elsősor, ahol sok helyszínen programot kínálunk. Három színpadon már zenei fellépők is lesznek, hogy meg tudják kóstolni a Bükki, az Egri, a Tokai, Balatoni és a Villányi borvidékek kínálatát. Arra törekszünk, hogy ne csak borkínálatunk legyen széles skálán, hanem a vételkínálatunk is, amit a helyi értékadó éttermek biztosítanak az egész utcán. Az a célunk, hogy elsősorban a Fröccsre alkalmas, könnyű üdetételek legyenek. Nyilván fahordós érzelésű, hogy üde, fehér, rozé fröccsökkel tudjanak sétálni a vendégek a Kisavas elsősoron. A Fröccsnek alapvetően ezek az üdetételek valók, kevésbé a hordós érlelésű, akár fehér, akár vörös borok. Nyilván ezek is megjelennek a fesztiválon, mert valaki kevésbé a Fröccset preferálja, van, aki tisztán itt szabort. Nagyon örülünk, hogy az idén sikerült 3 színpadot is felállítani, ahol zenei fellépők lesznek. Nagy slágere az Agyagbanda együttes a fesztiváloknak. Idén mi is megnyertük őket, hogy a jó hangulatot csináljanak. De emellett az Ildi Rider is, a Jazz Inside is, a Mizrába, mintha zenekar is, a Kávéház együttes is koncertet fogadni a három színpadon. És egyébként lesznek még olyan utcazenészek, akik több helyszínen sétálva fognak még muzsikálni. A rendezvény ingyenesen látogatható, a fesztivál pohár megvásárlásával van lehetőség borokat, fröccsöket kóstolni. Természetesen a szóda idén is ingyenes. És ugye a fesztivál pohár idén egy csodaszép kristályt pohár, ami öröm lesz otthon mindenkinek hazavinni és otthon folytatni a fröccsözést. A nap. A Csillag.rádió hírmagazinja. Műsorunk végén nekem nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem megtisztelő figyelmüket a magam és a műsort készítő kollégáim nevében is. A Csillag.rádió riportjait, tudósításait, illetve a DVTK híreket, valamint a NAP című híres esemény összefoglalót természetesen visszahallgathatják weboldalunkon is. Látogassanak el tehát a csillag.radio.hu weboldalra, de követhetik munkánkat a Facebookon is, illetve más közösségi portálokon is. Mi csak örülünk, hogyha figyelnek ránk. További jó rádiózást, jó egészséget kívánok önöknek. Németh Csabát hallották. A NAP. Hírek, információk, tudósítások. Csillag.rádió. FM 103.